Magyarországon 1998 óta február 1-én tartjuk a civilek napját. Berta Zoltán, a Dunamenti Polgári Egyesület elnöke a civil szervezetek fontosságát ismertette. Ezek az egyesületek, alapítványok közfeladatok ellátása érdekében jönnek létre. Ezt a tevékenységet a civilek jellemzően önzetlenül végzik, nem egy ivatásszerűen, nem anyagi ellenszolgáltatás reményében, és munkájukkal viszont óriási szeretet hasítanak ki a mindennapjainkból. Rengeteg olyan feladatot, tevékenységet végeznek, amit az önkormányzati állami intézmények nem vagy kevésbé tudnak fölvállalni. Ilyen feladatok lehetnek például a rászorultak, hátránnyal élők megsegítése, vagy katasztrófa helyzetek elhárítása. Zsikó Zoltán tájékoztatott arról, hogy Tolna vármegyében közel 1500 civil szervezet működik. Úgy véli, a térségi csoportok aktivitására és munkájára büszkék lehetünk. Azt is látjuk, hogy a vármegyei önkormányzat számos lehetőséget próbál nyújtani az elmúlt évtizedekben is a civil szervezetek számára. Én bízom abban, hogy a jövőben még magasabb fokozatra tudunk kapcsolni ebben az együttműködésben. Itt gondolok arra, hogy az Európai Uniós pályázatok felhasználásánál együttműködünk a civil szervezetekkel. Minden évben 20-30 civil szervezet egyedi kérelmét bírálja az önkormányzat. Az online térben javarészt egyedül él az ember. A valódi közösségek ezzel szemben védőhálót képeznek a tagok számára, mondta Molnár Péter, a bátaszéki székelyek baráti körének elnöke. Úgy gondolom, hogy valamit örököltünk szüleinktől, nagyszüleinktől, és ezt igyekszünk minél pontosabban, minél precízebben továbbadni a gyerekeinknek, illetve majd az unokáinknak. Azt gondolom, hogy azok a tárgyi eszközök, amiket korábban használtak az ősök. Nyilván ezek a modernizációval felgyorsították az ember életét. A Civil Közösségi Szolgáltató Központ következő nagy programja a február 19-én és 23-án tartott véradás lesz a Szekszárdi Vérellátó Központban.